A Magyar Jégkorong Szövetség hagyományos éves rendezvénye, a jégpályák éjszakája. Idén is országosan több mint 30 helyen lehet majd bőven naplemente után korcsolyázni, így például Győrben is. Ez idén is csatlakozik a győri ETOHC mindkét jégpályánkkal, tehát a Dunakaputéri pályán, illetve itt a Kiskutligeti Jégsportcentrumban is lehetőség lesz arra, hogy aki szeretne, az akár éjfélig is korcsolyázzon. A klasszikus korcsolyázáson kívül egyéb programokkal is készülnek. A Kiskutligetben a Jégsport központban 18 órától, a Dunakaputéri jégpályán pedig délelőtt 10 órától egészen éjfélig várják szombaton a látogatókat. A médiapartnerünk a Rádió 1 zenéjére lehet korcsolyázni a Dunakaputéren, illetve 8 órától lesz egy kapulalövő verseny, ahol egy igazi hokikapusnak lehet lőni díjakért, ki lehet próbálni, milyen élmény kapura lőni jégkoronggal, illetve itt pedig a Kiskutligeti pályán 18 órától Győrváros amatőr bajnokságát, hiszen rengeteg amatőr felnőtt csapat van Győrben, akik hobbi szinten jégkorongoznak, nekik rendezünk egy amatőr kupát, úgyhogy ami mellett egyébként a mobilpályán pedig menni fog a közkorcsolyázás, és reményeink szerint sok száz vagy közel ezer ember is meg fog fordulni ezen a hétvégén a jégpályán. Az éjszakai időtöltés és szórakozás mellett az ilyen eseményen a több mint 250 igazolt sportoló is megmutathatja a téli sportok szépségeit. Ezzel pedig új rajongókat vagy versenyzőket is szerezhet a győri jégsport.